Sziasztok! Ma rájöttem az első pozitívumára annak, hogy ősztől már nem kell járnom a sport közvetíteni. Ez pedig az, hogy nem fogok folyamatosan beégni azért, mert Justin Herbertet folyamatosan johnny hívom. Én nem követem a Forma egyet meg hát ő eleve hamarabb vissza is vonult, mint hogy én elkezdtem volna a sportvilágba jobban beépülni, de mégis, akármikor felment a pályára az Oregon mezében, az mindig johnny hívtam, állandóan, úgyhogy próbálok leszokni, de előre is elnézést kérek, mert valószínűleg itt is meg fog történni néhány szó, szóval még egyszer magamnak mondom, Justin Herbert. Ralf Schumacher a szélegyenesben, vajon ki tudja -e és neki csapódik a falnak Johnny Herbert. A legveszélyesebb pontja a pályának Herbert. A Chargers szezonja az itt szakaszosan épült fel, vagy hát holt és ezt Szurkolóként biztos nehéz volt megélni. Én külső szemlélőként is érdekesen éltem át azokat a dolgokat, amik nekik ugye közelebb voltak a szívükhöz. És ugye úgy kezdődött, hogy, hogy, hogy pánik, mi történik már, aztán hm, végülis van ennek értelme, ez egy kemény csávok, ezek tökösen csinálják, igen, ez a Chargers módi, rendben lesz. És aztán draft, megint pánik. És most itt tartunk, tehát most újra a pánikban vagyunk, úgyhogy egy ilyen ívet írt le ez a dolog, el is mondom egész pontosan, hogy miért. Mi volt a piacon? A Philip Rivers kikerül a kezdőcsapatból 2006 után, és új irányítóval futnak neki a következő idénynek. És a keretben ott volt Tyrod Taylor, de hát ez ugye semmit nem jelent, mert ő azért ritkábban volt kezdő irányító karrierje folyamán, mint nem. De hogyha esetleg fel kell menni a pályára, akkor már holnaptól ugye meg volt az emberük, és akkor ment itt a silabizálás, hogy, hogy ki is lehetne megfelelő ember erre, hát nyilván ugye Brady az első, akit szóba hoztak, hogy milyen jó lenne Hollywood, új stadion, gyönyörűségesen meg lehetne oldani, és a Chargers egy ilyen visszafogott hozzáállással, ő végig szerintem azt nézték, hogy jó, hát akar jönni, akkor mi itt vagyunk, de olyan nagy lépéseket nem nagyon teszünk, és ez az összes irányítóra jellemző volt, aki ott a piacon megfordult. Tehát amikor Brady már aláírta a tampához, akkor ugye még ott volt Cam, ott volt James Winston, tehát hogy még azért be lehetett volna valakit ö, szerezni, aki egyetemi kezdő, ö, kaliberű irányító, és hát azért valószínűleg jobb, mint Tyrod Taylor. <tosz> és akkor nem történt meg. Tehát, hogy ők ö, kicsit úgy voltak vele, hogy nekünk, nekünk jó, itt van Tyrod hatodik helyen választunk a drafton, de hát nem baj, majd, majd valami lesz. És akkor ténylegesen ott tartottunk, hogy elértünk a drafthoz, és úgy nézett ki, hogy ez a Chargers, ez most ténylegesen beáll, úgyhogy jó, menjünk Tyrod Taylorra, nem érdekel bennünket semmi. Majd legfeljebb draftolunk irányított 21-ben. És ugye ott van a csapat az a Tom Telesco, aki ízig-vérig hát, buffalo general manager, és és maga is elmondja mindig, hogy ha, éppen nincs munkája, akkor Bills meccseket néz, és hogy ott van Anthony Lynn, aki a Bills-től jött, és ott van Tyrod Taylor, aki a paffalóba bevitte a csapatot a play ba és akkor azt mondták, hogy hát figyelj, ugyanazt a taktikát megcsináljuk, láttuk tavaly, milyen jól működött Lamarral is ez a ez a run heavy offense, meg hogy annak idején Tyroddal is ez a ez a labdabirtoklós, kevés labdaeladós játék, majd ezt nyomatjuk mi is, megvan hozzá a személyzet, hozunk támadó falat, és hoztak is, nem, hogy leigazolták Bulagát, jobb odaitekülnek, leigazolták Trey Turner-t, cserébe Okungért, ekelőrrel hosszabbítottak, közben a defense-be erősítettek, ugye Bószát meghosszabbították, és Chris Harris leigazolták, tehát elhittük azt, hogy itt a terv, ez rendesen ez megvan. Tehát, hogy megépítjük a brutális védelmünket tele tehetséggel, csodálatos szekünderi játékosokkal, és már Chris harris megvannak, offense van megerősítve, és akkor törik a követ. Jön Tyrod, nem hibázik bele, elfelejtjük azt, ami Clevelandben volt, megjátsza majd Elent, Henryt, Mike Williams, minden csodálatos lesz, náluk lesz a labda 49 percig a meccseken, Eckler majd beviszi közelről, meg majd elindul a backfieldről és ott is megjátszható lesz, szóval mester munka, és nekünk nem kell semmilyen ilyen, ilyen díva irányító, mert hogy persze Brady öreg már, meg, meg Newtonnak nem tudjuk, hogy most fáj a lába, vagy nem, Jamie Zalan adja a labdát, nekünk ezek nem kellenek, mindegyikre rámutattak, hogy kinek éppen mi a hibája, Bezzek Taylor itt van, olcsón játszik, rutinos, nincs vele semmi probléma, fejben erős, jó lesz. Mi volt a drafton? És akkor elindult a draft. Kiment Bero, aztán jött ugye Washington, jött a Detroit, New York Giants, egyiknek sem kell irányító. Jó, hát még esetleg Tua lecsúszna a Chargershez, az nem Non plus ultra, és hát mennek ki a játékosok, kimegy Chase Young, kimegy Okuda, kimegy Andrew Thomas, halljátok. Teljesen jó minden, és ugye a Dolphinsnál meg megmondták, hogy nekik nem kell Tagovailoa, hát Működik a terv. És csak elvitték a rohadtak. Hát jó, mindegy, eleve úgy készültünk, hogy, hogy nekünk már megvan az irányítónk, itt van Tyrod, és már felvázoltuk a tervet, megyünk előre, run heavy offense, keménység. És akkor azt mondják, hogy Herbert. Én itt lecsúsztam a székről. Tudom, soha nem szabad elhinni semmilyen nyilatkozatot, soha, amit vezető mond, vagy akinek hatalma van, mert hogyha médiának beszél, akkor nem a négy szem vagyunk, nem a terem dolgait halljuk. Na, de hát az nekem akkor arconütés volt az a Justin Herbert kiválasztás, akinek most jól mondtam a nevét. Mert hát Herbert harmadik irányítóként ment ki, ezzel még talán együtt is tudnék élni, bár vannak lentebb embereim, akikben én nagyobb karriert vizionálok. Csak hát Herbert ebbe az egészbe, hogyha majd beáll, akkor azért egészen hogy kell majd ezt a playbookot kiszámolgatni, hogy egészen pontosan mit akarunk csinálni, mert azért az ő erősségei, képességei és tájrodé az nem ugyanaz, és akkor most milyen playbookot alakítasz ki. Mert egyébként ki ezért a felelős? Tehát egyrészt ugye, hát tavaly volt egy, váltás idény közben, hogy a Wizenhuntot elküldték, és helyettes Shane Steichen, Offensive koordinátor, kineveződött irányító edzőből, és őt most véglegesen megtartották ebbe a pozícióba, tehát ott a folytonosság valamelyes megvan. Irányító edző pedig régi haverom Pep Hamilton lett, aki a Coltnál és a Stanfordnál is Andrew Lackkal adogatta a handoffokat, és akkor hát ez a bagás most kitalálja, hogy mi legyen, akkor ez a most ténylegesen az A-terv Tyroddal, vagy akkor herbert is csinálunk valamit, és akkor az hogy is legyen, meg mikor állítsuk be, vagy ne is játszan idén? Szóval itt akkor megint megy a parasztvakítás, egy szavukat nem hiszem el, de az biztos, hogy top 10-es irányító az be fog állni idén. Tehát ha csak nem nyeri meg az összes meccset Tyrod, előbb-utóbb be fog állni. És egyébként a sorsolás a bye week előtt, én úgy néztem, hogy egyébként pozitívba fordulhat. Én abban a 10-11 meccsben, ami a bye week előtt van, én a pozitív mérleget várnék a Chargers-től, ha a Tyrod végigjátsza, és akkor nem indokolt a beállítása Justin Herbertnek, de szerintem itt nem fognak bírni magukkal, és beállítják a franchise új arcát. Én egyáltalán nem pártolom Justin Herbertet, és ő is ez az új generációs rossz irányító. Mint, mint Josh Allen, meg Daniel Jones, ugye, hogy el palástolják azt, hogy valójában ők nem olyan hatékonyak, mert egy első ránézésre a statlabból, meg a boxkorból nem tud megállapítani. Itt van Herbert is, aki, ha mit akarsz, elég jó számokat produkál. Tehát az ember nem néz bele a meccsbe, azt hinné, hogy ez minden rendben van, top 10-es, magas, erős, minden jó. De hát ez is beolvadt, beolvadt a mezőnybe, és elhiteti az emberekkel, hogy ő egy kész játékos, holott Engem borzasztóan zavar az, amikor őt látom a pályán, egy igazi idegen test. Tehát, hogy amikor felmegy a pályára, azt érzem, hogy, hogy semmi érzéke nincs a futballhoz. Tehát, hogy ő csak azért van ott, mert a szülei beiratták focizni, hogy nagyon jó, amikor, amikor dobálja a labdát, meg pontos, amikor edzés van, meg a kombájnon, hú, de egyébként a játékosok körülötte azok láthatóan zavarják, és, és, nem, nem, egy, nem egy néz ki, hanem egy ilyen, egy ilyen muszájból dobálgató srácnak, aki abban persze fejlődött, hogy, hogy, hogyan helyezi a labdákat, meg úgy, úgy, megcsinálgatja, de hát nem, nem azt látom, hogy neki ez a szenvedélye, nem ez a munkája, hogy egy NFL franchise irányító legyen, és így kicsit megy felfelé az íve az ő karrierjének. De miközben vannak olyan játékosok, akik tényleg élmény nézni, hogy felmegy a pályára, és látod rajta, hogy, hogy, hogy csodálatos, megszólal a kezében a labdát. Ott van Jalen Hurst, hát ő volt a kedvencem. Hogy bárhova beállított, halad, vadidegen játékosok közé azt mondják neki hatkor, hogy na, kikoff van, menj be, öcsém, most jól játszanak. És akkor ott van Herbert, aki meg beküldenét, teljesen mindegy hova, Valdosta State, Grambling State meccsre beállítanád, és irgalmatlan fosul néz neki. Mert oké, okay, tudom, ez nem egy olyan skill, mert nem kell ilyen szituációba kerülni, de annyi, annyi felkészülést igényel, hogy ebből a srácból valahogy játékos csináljanak, hogy az valami embertelen, és nem kellene, hogy ilyen nehéz legyen. Tehát azért nem mondják már nekem, hogy nincs ennél tehetségesebb, jobban odaillő játékos a pályára. És akkor Nekem az Oregon meccsekből elsőre csak az maradt meg, amikor így követgettem a szezont, és nem néztem még jobban utána így az Advance csatoknak, hogy ha az Oregon a harmadik negyed végén áll, akkor biztos, hogy úgy is maradnak, sose fogják megfordítani. Szóval volt már eleve egy ilyen, ilyen rossz érzetem Herbert kapcsán, hogy csak egy ilyen utazó. Aztán jöttek a felmérők, meg ugye az interjúk, meg minden, aztán hú, nagyon magas, nagyon messzire dob, nagy a karja, minden jó. És ugye kivitték Josh allen top 10-ben, kivitték Daniel Jones top 10-ben az előző évben, na, Herbert is ki fog menni a top 10-be, vaze. És kiment, és a Chargers hát az a szerencsétlen csapat, amelyik beruházott rá, és sajnos én azt gondolom, hogy nála itt, itt megláttuk a prototípus plafont. Tehát most abban reménykednek a Chargersnél, hogy Herbert a következő Josh Allen akiről már kifejtettem a véleményemet korábban, hogy neki is meg vannak a maga problémái. De hát legalább Herbert magasabb szinten edződött, és talán megvan benne az esély arra, hogy, hogy a pontosságán javítva majd beérik, Na de arra ez a megfelelő környezet kérdem akik úgy akarnak neki menni a szezonnak, hogy Tyrod taylor az irányítójuk, és abszolút maximálisan megbíznak benne. Szóval nem értem, hogy most mi a terv pontosan. És hogy ez a, ez a konzervatív, Anthony Linni stílusba, akkor most ráérezték Herbertet, és ő is akkor, vagy nem tudom, meccsenként 20 passz kísérlettel elkezd játszani, mert és emlékszünk ilyesmire, hogy amikor Trubiski beállt az első évben, lényegében csak handoff-olni állt be. Én ezt is látom, hogy ez is megtörténik újra, annak meg tényleg semmi értelme nincsen. Meg Gaffnál is kicsit hasonlóan kezdődött ez az egész. Szóval így vagy, úgy a chargers és lelkesedésem az nagyon letört, amikor kiválasztották Herbertet, de hát majd, majd megcáfol. Biztos van, aki hisz benne, én nem ilyen vagyok, úgyhogy majd biztos sokszor lesz idézgetve ez a videó. És amikor megtörtént ugye ez az arcú csapás, akkor vártuk a második kört, és a New Englandnek nem volt irányítója, sorra kerültek volna a 23. helyen, amikor bejelentkeztek egy cseréért, és jött vissza a Chargers. 37. plusz 71. körért, tehát a második kör tetején. Meg egy harmadikat ajánlottak, hogy akkor feljönnének. Belicek természetesen kicserélt az első körből, mert az a legjobb dolog a világon. Jogos. És akkor a Chargers újra itt van. Mit szeretnétek, uraim? Megvan az irányító, miért pazaroljátok el a pikkeket? Kenneth Murray. Mondtam, hogy a következő megálló az B lesz ezek után. Kenneth Murray az a fajta reaktív linebacker, aki így a lecsorgókra rámegy, hogyha védőfalon valaki átmegy, látja, hogy nem állították meg, és akkor úgy bub, megcsinálja a szerelést. Ez az úgynevezett Blake Martinez a futballban, tehát hogy egy nagyon erős védőfal van előtte, és ők segít, segítenek rajta, olyan sok mindenre nem kell gondolkodni, de jön, és akkor üt. És akkor erre volt szüksége a Chargersnek feltréddel egy per 23-ra. Igaz, azért Murray egy rendkívül atletikus, meg fiatal játékos, akiből még bármi is lehet, mert még azért nem forta ki magát, de pusztán az eddigi játéka az nem egy értékes dolog hogyha tényleg fejfejlődik, és hát elsősorban ugye middle linebackerként ugye a futball ösztönei jobban kialakulnak, és jobban lehet majd használni, és ő lesz az, aki generálja a védekezést, meg a zöld sisak a zöld pont a sisakján az majd hasznos lesz, mert azért többet tud majd hozzátenni a játékhoz, akkor igen, akkor még, még megértem, hogy itt beruháztak rá, de szerintem rettentő korám volt, Kenneth ott egy picket el, feláldozni, a pozíciója miatt különösen, úgyhogy még két játékos ellenértékért, hát ez, ez leizzadtam, tehát mondom már nincs lejjebb. Ez a Chargers egy lényeges pikét el is használta, ami a hátra lévő körökben történt, az már hát minimális befolyással bír az ő szezonjukra. Ugye Joe Reed és KJ Hill személyében jött két wide receiver, akire mindenképpen szükség volt, mert zenített Ellen Williams duó mögött ténylegesen nincs senki. És akkor most ez a két rookie srác beállhat, és azonnal komoly snappeket kaphat, meg komoly szerepet is kaphat, amennyiben lesz olyan felállás, ahol három wide receiver van, mert még lehet, hogy nem lesz olyan. De és egyébként én KJ Hill bírom, tehát hetedik körig csúszott, és ugye az Ohio State-ben játszott, ami azért nagyon komoly rotációval bír, tehát ő azért más csapatban valószínűleg sokkal erősebb statisztikákat tudott volna gyártani, meg eleve ott egy jó képzés van, hát nézzétek meg mclaurin aki ugye ugyanúgy nagyon kevés szerepet kapott abban a szisztémában, de egy, egy kifejlett játékosról van szó. KJ Hill is egy, egy, ilyen sleeper az én számomra, hogyha ha ténylegesen megkapja a lehetőséget, Reed inkább visszahordó, úgyhogy ő a Travis Benjamin elbánásra számíthat. De hát egyébként így, hogy így skill pozíciókba erősítgettek a végén, ezért valamelyest azért megmenti ezt a draftot. Nem, nagyon nem menti meg. Mennyi az annyi? Szóval nem tudom, hogy számít csak Mónika, az az igazság, hogy ezt a hét és fél győzelmet, amit Las az belőtt, ezt még el is tudnám képzelni, hogy megugorja a Chargers Tyrod Taylorral, és, és egy józan építkezéssel, a saját erőségeik maximális kiaknázásával, abban lehet remény. De hogyha elmennek így a közakarat irányába, és már az elején berakják Herbertet, aki szerintem felkészületlen arra, hogy momentán NFL offense vezéreljen, akkor itt nagyon-nagyon simán alul fognak teljesíteni ennek a 75 és félnek. Mivel utóbbira számítok, és hogy Herbert beáll majd, és nem lesz valami jó, akkor én azt mondom, hogy 7,5 alatt fog zárni a Chargers, legyen így, tehát ténylegesen szedje össze magát, és biztos én láttam rosszul, de nekem minden bajom volt attól, amit herbert láttam a pályán, és nagyon sajnálnám, hogyha egy Tyrod Taylornak egy, egy korrekt teljesítmény ellenére is le kellene majd idővel ülni, de hát nagyon tudjuk azt mindannyian, hogy ez a papírforma. Alapvetően az egy nagyon jó csapat, ez a Chargers. Tehát tele vannak brutálisan jó játékosokkal, minden egyes pozícióban szinte van, kiemelkedő liga elit közeli játékosuk. A támadófal az nyilván nagyon régóta kérdéses, és ugye hát bulaga sem életbiztosítás, mert ugye ezer műtétje volt már, de egy jó irányba léptek el legalább, és ugye Ekelert nem fizették agyon ahhoz képest, hogy mennyire hatékony fiatal játékos Bósa hosszú évekre aláírt, tehát mondom, egyetlen egy helyen bukhat el ez a dolog, hogyha Herbert nem alkalmas rá, amire szánják. Ha viszont ha viszont alkalmas, és ő a következő nagy ember, akkor ez a Chargers, ez versenyre kellhet akár a Kansas city vel a csoporton belül, meg akkor az egész AFC-t letarolhatják évek múlva. Most ők azt mondják, hogy ez lesz, valamelyikünknek igaza lesz, vagy nekik, vagy nekem. Sok sikert. A következő napokban nem ígérem, hogy minden áldott alkalommal jönni fog az új videó, utazás miatt, de azért próbálom majd úgy időzítgetni, hogy a helyszínről is csináljak külső helyszínes bevezető, felvezető adásokat. Minden esetre köszönöm a figyelmet, megosztásokat, lájkokat, kommenteket, és további szép napot mindenkinek. Sziasztok!